Lafont által került bevezetésre Magyarországra ez a márka, a Lafon, vagy Lafon, ahogy a franciák mondják, egyébként egy török márkáról van szó, több mint 58 országban van jelen, több mint 1300 üzletük van, és ez egy sokkal letisztultabb vonal, mint az eddig megszokott My 70-es modellek. Kicsit nőiesebbek is ezek szerintem, talán egy picit az idősebb korosztályt is megcélozza, tehát a 30 pluszos hölgyeket is. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszik, és nekem igazából ez a fajta ízlésvilág az, ami hozzám igazából közel áll. Büszkeség az, hogy nekem Balassa Gábor ma este igent mondott, aki 2000 óta nem lépett fel színpadon vagy kifutón, és nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy Kein Dávid is elfogadta a meghívást, aki pedig ma Magyarország top 5 modelljébe tartozik. Az első olyan divatmutató, hogy ez van közöm, amiben dolgoztam, és amiben a háttérben nagyon sok kollégával kellett dolgoznunk azért, hogy ez a bemutató megszülethessen. És nagyon boldog vagyok, hogy ezt ebben a környezetben, ezen a helyszínen, itt a Butha Bárban sikerült összehoznunk. És ezt szerintem maga a kollekció és maga a lányok magukért beszéltek. Úgyhogy nagyon jó látvány volt, nagyon jó show elemekkel. És igazából jó volt látni most a Pamelát úgy testközelből, hogy mintha ott lennék mellette, de mégsem vagyok mellette, mert azért ez a 8-10 méter elválasztott bennünket. Úgyhogy készítettem róla egy pár fotót, mint egy lelkes rajongó, aztán küldtem az anyós jelöltnek. Én már évek óta nem nézem kritikusan, ő a gyermekem édesanyja, és ezáltal az első számú nő az életemben, aki ugye szült nekem egy gyermeket. Nem vagyok vele kritikus szerintem, pontosan tudom az erősségeit, és egy erőssége van, az pedig az, hogy gyönyörű. Az az igazság, hogy a közönségből igazából semmit nem láttam, mert olyan erős fények voltak, hogy nem láttam senkit. Tehát ezáltal a Krisztiánt sem láttam. Egyébként a tudat az, hogy ő itt van, engem motivál, mert bennem mindig is, mióta őt ismerem, az volt, hogy kicsit ilyen megfelelési vágy, kényszer van bennem, és azt szeretném, hogy ő büszke legyen, úgyhogy engem ez csak motivál, hogyha ő jelen van. De azonnal megdicsért, úgyhogy megcsókolgatott, és nagyon büszke volt, úgyhogy negatívat még nem hallottam, de lehet, hogy hazafele azért majd négyszer közt el fogja mondani. Tehát amikor ő úgy gondolja, akkor a szívből jön neki. Ha azt mondja, hogy figyelj, picit lehet, hogy folynod kéne a divatbemutatózáshoz, most mondtam egy példát, vagy figyelj, nem jól tetted a lábaidat, vagy teszem azt, tényleg néztem a lépcsőt esetleg. Én ezeket pozitívként fogom fel, és úgy vagyok vele, hogy ez segíthet engem a jövőben.